Sziasztok, én Tomi vagyok, most egy viszonylag karbantartásmentes és könnyű elektromsorlát hoztam, méghozzá a Lamax S7500 Plus típusú elektromsorlát. Ezt a rólát megvásárolhatjátok az ultimateiba.com oldalán, vagy pedig személyesen az üzletbe, ahol ki is tudjátok próbálni. Na de nézzük a Lamax S7500 Plus. A Lamax e-scooter S7500 Plus letisztult dizájnt kapott. A fekete színben pompázó alumínium ötvezett vázason lett, a Lamax türkizes felirata töri meg. A fényvisszaverők, a lámpák, a fényes fedezeti egység és a tömör gumik emelik magasba ezt a rollert. A Lamax 350 wattos motorral szerelt első kerék meghajtású roller, ami csúcs teljesítményben 600 watt leadásra képes. Sebességre 25 km/h a maximális sebessége, hatótávra pedig 20-25 km-t tudunk megtenni egy feltöltéssel a 7,5 amperórás akkumulátornak köszönhetően. A 8,5 coros tömörgumi véget búcsút inthetünk a defektnek, így szinte karbantartásmentes rollert kapunk a Lamax-tól. A megállásról a hátsó tárcsafék és az első motorfék gondoskodik. Jó hír az alkalmazás szerelmeseinek, hiszen a Lamaxhoz jár egy telefonos alkalmazás. A roller súlya 13 kg, terhelhetősége pedig 100 kg, így végre egy hordozható rollert kapunk. A Lamax kistesóját az S7500 Plus-t általános célra napi pár kilométeres ingázásra tervezték, legyen szó munkába való gurulásoz, vagy csak a város csodálni. Végre egy olyan roller, amit szinte karbantartásmentes, hiszen előhátul tömörgumival szerelt, így nem lesz gondunk a gumikkal. Ha pedig utazni szeretnénk messzebbre, akkor gyorsan összecsukhatjuk a 13 kg-os rollert, ami igen könnyűnek mondható a többi rollerhez képest, és magunkkal vihetjük autóban vagy tömegközlekedésen. A ledes lámpáival biztosan jól fogsz látni, és még féklámpa is kerül beépítésre, továbbá a fényvisszaverő matricák is találhatóak a rolleren. Az S7500 Plus motor teljesítménye jó, nem a dombok megmászására tervezték, csupán arra, hogy biztonságosan elvigyen A pontból B pontba, vagyis a városi használatra, plusz egy kis gurulásra. A 7,5 amperórás akkumulátorral körülbelül 20 km-t tehetünk meg rá is van egy töltéssel, az akkumulátor szintet pedig pár darab LED pöttye lesz, ami igazán elegáns megoldás. Sebességi fokozatból pedig 2 darab áll a rendelkezésünkre, egy Eco és egy Sportmód. Jó hír még a telefonos alkalmazás mellett, hogy automata tempomat is elérhető. A rollereknél megszokott lökésindítás itt is rendelkezésre áll, vagyis 5 km/h sebesség felett aktiválódik a motor, tehát a biztonságos használat teljes mértékben adott ennél a rollernél. Egy rollernél fontos, hogy jól láthassuk a sebességünket, és ami még fontosabb, az akkumulátor szintünket. A Lamax S7500 Plus-nál az akkumulátor állapotát 4 darab fehér LED pötty jelzi, ami igazán jó és egyedi megoldás. A sebességünket pedig a digitális LED kijelzőn tekinthetjük meg. Továbbá 2 darab LED jelzi a sebességi szintünket, a tempomat aktiválását pedig egy sípoló hang jelzi. A megtehető táv átlagos, hiszen a közepes aksi kapacitással szerelt rollerével reálisan 20 km a megtehető távolság. Természetesen Eco módban akár többet is kihozhatunk belőle, a Smart Power Managementnek köszönhetően sokkal többet tudsz kipréselni a rollerből, mint a hasonló paraméterekkel rendelkező versenytársaitól. A töltés ideje pedig 5 óra. A rollerek többsége tömlős gumival van szerelve, de ez a Lamax nem. Szerencsére egy gondozásmentes 8,5 coros tömörgumit szereltek a roller alá, amivel bátran mehetünk bármilyen úton, hiszen soha nem lesz defektünk, és nem kell foglalkozni a keréknyomással sem. Fékrendszerből elő motorfék, plusz hátul a tárcsafék kapott helyet. A tárcsafék jó dolog, hiszen bármilyen körülmények között meg tudunk állni, még hirtelen fékezéskor is. Ez a roller szabadon futó roller, amint elengedjük a gázkat, a roller gurul és nem fékezi le a motor. Aki szereti a telefonos alkalmazásokat, boldog lesz, ugyanis ehhez a Lamaxhoz letölthető mind iOS és Android platformra is az alkalmazás. Az applikációban láthatjuk a jelenlegi sebességünket, az akkumulátor szintünket, a lámpát kapcsolhatjuk, és le is zárhatjuk vele a rollerünket, továbbá sebességi limitet is állíthatunk, és még frissíthetjük is a rollerünk szoftverét. A Lamax S7500 Plus-t napi ingázásra átlag felhasználásra tervezték, és arra, hogy viszonylag gondozásmentesen tudja majd használni a gazdája. A kettőféle sebességi fokozat elegendő, tanulhatna tőle a sok rollergyártó. A 25 km/h sebesség városi ingázása több, mint elegendő, tömörgumija nem az átlagos kemény tömörgumi, emiatt jár neki a dicséret.
A 13 kg-os összsúlyvéget szinte bárhol magunkkal vihetjük, legyen szó akár tömegközlekedésről, Alamax nem lesz útma senkinek, és nem lesz nehéz cipelni sem. A tempomat és a telefonos alkalmazás hasznos dolog, a kijelző pedig végre egyedi, a LED-pöttyökkel és a digitális LED-kijelzőben egyben, ez a roller, amilyen egyszerű, olyan nagyszerű is használni. Ez volt a Lamax S7500 Plus típusú elektromos roller, ha bármi kérdésetek van, nyugodtan írjátok meg a komment szekcióba, vagy pedig keresitek az üzletet. További szép napot és jó gurulást kívánok nektek! Sziasztok!